Programozási ismeretek. Második fejezet. Adatok és algoritmusok. Végeztünk a tankönyv első fejezetével. Mostanra megismertél minden utasítást, amelyből a programok felépülnek. Legnagyobb részüket értékadások, feltételes elágazások, ciklusok alkotják. Következik a könyv második fejezete, amely főleg a tömbökkel és az algoritmusokkal foglalkozik. Az első fejezettel ellentétben itt már nem szemléltetek minden lépést, a forráskód begépelését, az egérkattintásokat. Inkább a tervezésre, a mondatszerű leírásra fordítunk nagyobb figyelmet. De utalok az összes tevékenységre, elárulom a projekt nevét, felsorolom az űrlapra helyezett vezérlő elemeket. A programok futtatását viszont gyakran rád bízom. Alapvető fontosságú, hogy megírj és kipróbálj minden példaprogramot úgy, ahogy látod a videókon. Ne felejtsd el a módosítás előtt bezárni a programot. A bevezető részekben megmutatok néhány fogást, amivel hatékonyabbá teheted a munkád. A Visual Studio-ban egy megoldás, azaz Solution, több projektet is tartalmazhat. Például egy lecke projektjeit gyűjtheted egy megoldásba, vagy akár egy program különböző változatait újabb projektként mentheted el. Nagyon könnyű átvinni a tervező nézetet és a már kész forráskódot az újabb projektbe. Az adatokat általában nem mi fogjuk a programnak begépelni, hanem előre elkészített, úgynevezett adatmodult használunk. Főleg a tömböknél sok adat esetén fogjuk alkalmazni ezt a módszert. A nagyobb programok egyes részeit elrejthetjük a forráskódban. Ezzel könnyebben követhetővé, áttekinthetővé válik a program. Ezt a lehetőséget a feladat megoldások ismertetésénél fogom használni. A második fejezet végére már majdnem készen állsz arra, hogy megoldj egy érettségi feladatot, illetve részt vegyél a programozási versenyeken. Jó munkát!